Keszeg Vilmos Néprajzkutató Egyetemi Tanár, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Bölcsészkara, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének vezetőivel beszélgetünk. Tanár urat Tordán sikeres tanárként ismerik. Épp ezért egy pár kérdést fel szeretnénk tenni önnek. Miért választja egy fiatalember a tanári pályát abban az időszakban, amikor divatosabb mérnöknek, közgazdásznak lenni? Hát én nagyon fiatalon eldöntöttem azt, hogy tanár leszek. Ha jól emlékszem, 7. osztályos voltam, amikor a tanárnőmnek megmondtam, hogy én a nyomdokában lépek, magyar tanár leszek, és aztán tartottam is magam ehhez. Hát az olyan korszak volt, amikor a humántudományok azért népszerűbbek voltak. Nem tudom, valójában megválaszolni nem tudom ezt a kérdést, tehát az irodalom szeretete volt talán a döntő, úgyhogy hogy egészen fiatal koromtól bennem fel sem merült a kérdés, hogy más is lehetnék. Pontosabban hát anyagi körülményeim miatt nem volt biztos az, hogy középiskolába mehetek, és akkor még nyomdász iskolára gondoltam. Tehát, hogyha elméleti licamba nem iratkozhattam volna, akkor hát szintén a könyv közelében lettem volna, de nyomdászként. Emögött kell legyen valami motiváció is, mivel a fiatal tanárjaink szerint mostanában már nem igazán érdemes tanárnak lenni. A tanár úr szerint mi lehet az a motiváció, ami mégis a fiatalokat erre ösztönző tanári pályát választani? Hát egy kicsit a pályaválasztás az egy kicsit hát ilyen született adottság, vagy az emberrel született adottság, képesség kérdése is. Hát most már akkor még egyszer erre a kérdésre visszatérve, valójában ilyen bennem is egyrészt ez az irodalom szeretete volt, de volt egy másik is, ez a, ugye, hát ami a tanári pályának a lényege, a fiataloknak a tanítása. És hogyan lesz egy irodalomtanárból egy néprajzkutató? Tehát hogyan függ ez össze? Véletlenül. Itt újra a kitérővel kell kezdenem. Valójában Romániában a magyar nyelvű néprajzos képzést 1948-ban megszüntették. Nagyon kalandos története volt a kolozsvári néprajz oktatásnak 1898-tól 1919-ig működött, akkor a néprajz oktatás az egyetemmel együtt elmenekült Szegedre, ott folytatták, 40-ben tért vissza, egy újabb rendszerváltozáskor tért vissza, 48-ban újra megszüntették. Úgy tudom, hogy 1975-ben Romániában a román nyelvű néprajzos oktatást is beszüntették, tehát egyáltalán nem lehetett Romániában ezt a szakot nem lehetett elvégezni. Itt újra azt mondhatom, hogy a hagyományok, népi kultúra iránti érdeklődés bennem nagyon korán megszületett. És véleménye szerint hogyan lehet a mai fiatalokkal dolgozni? Hát jól lehet dolgozni. Nehezebb vagy könnyebb, mint... Nem tudom. Én azt hiszem, hogy ugyanúgy meg kell nyerni, meg kell győzni őket arról, hogy ennek értelme van. Tehát kezdjük azzal, hogy ugye az egész az iskolában eltöltött időszak, tehát az a
a 12 év első osztálytól érettségig, vagy ugye akkor erre jön rá még a 3 egyetemi év, és aztán még talán, hogy az valójában a fiatal életének a meghatározója. Tehát az, hogy későbben milyen lehetőségei, választási lehetőségei vannak, hogy mit választhat, és mit nem választhat, azt ezek az évek döntik el. Ugye a pedagógia tudomány azt mondja, hogy a gyerek bizonyos adottságokkal, bizonyos képességekkel születik, és ugyanilyen arányban van szerepe annak, hogy az iskola mennyire tudja felszabadítani a gyerekben ezeket a képességeket. Más szóval kettőn áll a vásár, ugye a gyerek is adottságokkal rendelkezik, és az iskola is. Ezt ki kell, hogy fel kell, hogy szabadítsa benne, ki kell, hogy alakítsa benne. Tehát nincs olyan, hogy született tehetség, vagy nagyon ritka az, hogy a képzés ellenében valaki tényleg befutott tud lenni. Tehát általában ez a két tényező szerencsés módon kell, hogy találkozik. És visszatérve a kutatói munkához, a tanár úrnak rengeteg munkája lennek, könyvek, tanulmányok, és nagyon változatos témákról írt. És mégis milyen témát tetszik legszívesebben kutatni? Hát igen, tényleg úgy az a látszat, hogy nagyon változatos az, amivel foglalkoztam, de talán mégiscsak egy néhány területre lehet beszűkíteni azt, amihez értek, és amivel szívesen foglalkozom. Hát az egyik kutatási témám, és ami évek óta kísér engem, az egy újítás a magyar néprajztudományon belül, ez a népi írásbeliségnek, populáris írásbeliségnek a vizsgálata, a kultúrának nem a megszokott hát részét vizsgálom, az orálisat, a szóbelit, hanem az írottat. Aztán későbben, tehát ezeket a kutatásaimat folytattam, és hát egy mezőségi asszonynak a magánlevelezését jelentettem meg, például, vagy végül is, amiről szintén könyvet írtam, a protestáns templomok toronygombjában elhelyezett emlékiratok, az szintén ide tartozik. A sok minden közül még egyet említenék, azt, hogy egy másik ilyen nagy kutatási témám, és ezt talán így is tartanak számon, hogy itt szintén ezt én kezdeményeztem, az egyéni életutaknak, életpályáknak és élettörténeteknek a vizsgálata. Aztán ugye a tervek azok úgy jönnek, már a munka folytatásából születnek a tervek. Én magam is gondoltam arra, hogy akkor majd orvosoknak életpályáját, élettörténetét vizsgáljuk, de valaki megelőzött a tavaly hozzám, úgy jött doktorálni, valaki úgy iratkozott be hozzám doktorálni, hogy ez lesz a témája, úgyhogy már rábeszélni se kellett, hoztam már, beleilleszkedett abba a kutatási vonalba, amit én is képviselek. De hát nagyjából akkor ez az, amit én a kutatási területen végül is, nem is tudom, szóval szinte minden belefér, de hogy ilyen fókusz pontjai vannak az érdeklődésemnek, és a diákjaim is ehhez
igazodnak hozzá. Egyébként azért szeretem azt a munkahelyet, ahol vagyok, vagy azt a közösséget, ahol vagyunk, mert mindannyian másak vagyunk, és ezt elismerjük, elfogadjuk és tiszteljük a másik embernek a másságát. Én azt remélem, hogy a diákjaink, a tanárjaiknak ezt a sokféleségét ki tudják használni. Egyik diák egyik tanárhoz csapódik, az ő módszerét, szemléletét veszi át a másikon, a másikhoz, tehát van választási lehetőségük. Úgyhogy én ezen a palettán az egyik szín vagyok. Tudom, hogy egy szerzőnek minden műve fontos, de éreztem már, miután befejezettél munkát, hogy ez az igazi, ez a kedvenc, ez a... Hát, mindig. Szóval az ember a könyvet csak úgy tudja megírni, meg van győződve, hogy ez a legjobb. Igen, ez az élmény, ez minden könyv születésekor, vagy elkészülte idején ez az élmény az emberben megvan. Hát végül is, hát nem most már nem is tudom, talán 9 vagy 10 könyv áll mögöttem, azt hiszem, hogy 10 könyv áll mögöttem, nekem mindenik kedves. Hát inkább azt tudom mondani, hogy van egy tanulmánykötetem, az 2002-ben jelent meg, Homo narrans van a címe, tehát a történetmondó emberről szól. Ez a leghivatkozottabb, vagy tudom, a diákjaim is úgy mondják, hogy ők azt kedvelik legjobban. Nem tudom, erre a kérdésre nem tudok másként válaszolni. Ugye, hogy a szülőnek mindenik gyermeke kedves, és mindenik gyermeke másként kedves, valahogy a szerző is így van a könyveiben, hogy hát életének más-más korszakából származik, más élményeket, gondokat jelentett, más kutatások állnak egy kötet mögött. Tehát mindeniknek megvan a helye az embernek az életében. És végezetül pedig a tanár úr irodalomtanár volt, tehát, és mit ajánlana, hogy a most elkövetkezendő érettségire az érettségizők hogyan készüljenek fel, miből tanuljanak? Azt szoktam mondani, hogy egy műnek az elemzése az olyan, mint egy matematikai példának a megoldása. Tudom azt, hogy egy elemzés során mire kell nekem kitérnem, tehát én nem felfedezem a műnek az üzenetét, nem mástól kell megkérdeznem, vagy tankönyvből kell ezt meghallom, hanem képesnek kell lennem arra, hogy a művet én értelmezzem. Elvégzem az elemzést, és mindaz, ami az a gazdag jelentésvilág, ami egy műben benne van, az úgy következik ebből az elemzésből. Hát ezt csak úgy lehet kialakítani, hogy ugye hát értő tanárnak a segítségével, és hát mint mindent sok-sok gyakorlattal lehet kialakítani, tehát ezt a készséget. Van egy keleti közmondás, amelyik azt mondja, hogy az éhezőnek adjál egy halat, és akkor megmented egy helyzetben, de tanítsd meg halászni, és akkor egy életre szólóan mented meg. Szóval én ezt látom, hogy ez a műelemzés az, ami nagyon fontos. És az, aki tud regényt vagy verset elemezni, értelmezni, az tud filmet is értelmezni, és ugye ma már filmmel egyre inkább, vagy egyre többet találkozunk, mint amennyit olvas az ember. Tehát egyáltalán ezeket az üzeneteket, amelyek körülvesznek bennünket és megszólítanak bennünket, ezeket értelmezni kell. Most azon túl, hogy
szépirodalmi alkotásról van szó, tehát azon túl ezeknek az üzeneteknek az értelmezését kell tudnia.